baleset a Kossuth utcán, nem adták meg az elsőbséget, villanyoszlopnak csapódott a vétlen autós. Autizmus világnapja, a Bolyai János általános iskola diákjai kékbe öltöztették a kerítést. Köztünk élő poéták a hegyeshalmi Erdős Sándor költő, író műveivel és életével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Villanyoszlopnak ütközött, majd egy kerítésnek csapódva állt meg egy vétlen autós még kedd délután a Kossuth Lajos utcában, miután egy másik autós nem adta meg neki az elsőbséget és nekihajtott. Az 54 éves mosonmagyaróvári nő a Kossuth utcai kereszteződéshez érve nem adott elsőbséget, úgy hajtott be a kereszteződésbe, ahol neki ütközött egy szabályosan közlekedő Audisnak. A vétlen autó a karambol miatt sodródott neki a villanyoszlopnak, majd egy családi ház kerítésének. A balesetben senki sem sérült meg, a vétlen sofőr kocsiját tréleren kellett elszállítani. A Bolyai János általános iskola diákjai kék textil darabokkal fonták körbe az iskola kerítését. Ezzel a kezdeményezéssel csatlakoztak az autizmus világnapjához, amit 2007 óta világszerte, április 2-án tartanak. Az ENSZ kezdeményezésére a világnappal az autizmus spektrumzavarra igyekeznek felhívni a figyelmet, ami egyre több embert érint. Így ráteszed a kezedre, és így elkezded így tekerni. Szorgalmasan követik Kocsis Angéla instrukcióit a Bolyai iskola alsós diákjai. Az autizmus világnapjára minden diák hozott magával egy kékszínű pólót, amit először ollóval darabokra vágtak, majd összekötöttek, és gomolyagot készítettek belőle. A Bolyai kisiskolában kék díszítést készítünk a kerítésre retextilből. Ugye az autizmus színe a kék, és ezt az április 2-ai világnapra és a kék sétára készítjük. Az elkészült gomolyagokkal aztán az iskola udvarára igyekeztek a gyermekek, majd egymás mellé sorakozva elkezdték körbefonni a textil darabokkal az iskola kerítését. Világos kék, türkiszkék vagy egészen sötét. A kékbe öltöztetett kerítés díszítésében az általános iskola összes diákja részt vett. Kocsis Angéla elmondta, örül annak, hogy ezzel a kezdeményezéssel a Bolyai iskola is igyekszik felhívni a figyelmet az autizmusra. Itt az iskolában is minden osztályban történik ilyen, úgymond ilyen érzékenyítés vagy tájékoztatás, tehát a gyerekekkel beszélgetnek az autizmusról, az autizmussal élőkről, és hát a városban is ez egy figyelemfelhívó akció. Az autizmus világnapja 2007 óta, április 2-a. Az ENSZ kezdeményezésére a világnappal igyekeznek felhívni a figyelmet az autizmus spektrum zavarra, ami egyre több embert érint. Az Autisták Országos Szövetségének adatai szerint ma Magyarországon legalább 100 ezer ember él autizmussal. Minden századik emberből egy autizmus spektrum zavarban érintett. A Bolyai Általános Iskola diákjai a kékbe öltöztetett kerítést a csütörtöki kék sétára készítették. 98 millió forintot érő hamis rakományra csaptak le a pénzügyőrök az M1-es autópályán Hegyeshalomnál. A NAV munkatársai egy Cseh-Tehr autót ellenőriztek. A rakományban több mint 4000 üveg különféle márkajelzésű parfümre, több száz napszemüvegre és övre bukkantak. Az előzetes szakértői vélemény szerint egy részük hamisítvány, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba. A pénzügyőrök lefoglalták az árut, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt feljelentést tettek. Köztünk élő poéták címmel indult útjára az a programsorozat, amelynek első rendezvényére a Hansági Múzeumba várták az érdeklődőket. Az eseményen a hegyeshalmi Erdős Sándor költő író műveivel és életével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Köztünk élő poéták címmel indította el legújabb programsorozatát a csütörtöki szalon. A rendezvény célja, hogy olyan művészeket, írókat, költőket helyezzenek reflektorfénybe, akiket kevésbé ismer még a közönség. Lapozgattam egy József Attila kötetet, és minden kötetben ott vannak az írók, a szerzők, és arra gondoltam, hogy most megnézem ezt a jó embert itt a képen, és hát nem biztos, hogy az utcán, vagy egyébként úgy szóba állnék vele, és talán ez volt a csírája annak, ami így elkezdett motoszkálni bennem, elkezdett dolgozni bennem, hogy vannak itt közöttünk, körülöttünk írók, költők, akiknek igazából az online téren kívül nincsen bemutatkozási lehetőségük. A Csellei Ház adott helyet a programnak, ahol a hegyeshalmi Erdős Sándor költő író műveivel és életével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Erdős Sándor elmondta, régóta kötődik az irodalomhoz,
magához, de a nagy közönségnek csak néhány éve publikál. Nagyon sok novellát írok, rengeteg verset, és néhány könyvet is már megírtam. Az ihlet az a mindennapi életből, az érzéseimből, amit látok, tapasztalok, ebből szoktam ihletet meríteni. A program első felében mélyebb érzésekről szóló verseket, majd szerelmes költeményeket, végül pedig gyermekeknek szánt műveket és egy novellát is hallhatott a közönség. A műveket a csütörtöki szalon tagjai olvasták fel. Teljesen nem szakadok el. Megyek azzal a tudattal, egy rögöt viszek magammal. Még él bennem a szomorúság. Nem megyek túl nagy haraggal, egy rögöt viszek magammal. A köztünk élő poéták című programot Hérics Viktória fuvola játéka színesítette. Állatok vigassága címmel szervezett ingyenes előadást a Moson megyei Hagyományőrző Egyesület a Flash központban, amelyre egy pályázat adott lehetőséget. Elsőként a Kislaptáros zenekar zenés mesejátékát nézhette és hallgathatta meg a közönség, azután pedig táncházra várták az érdeklődőket. Állatok vigassága címmel ingyenes előadásra várták az érdeklődőket a Flash Központ színház termébe vasárnap délután. A programot a Moson megyei Hagyományőrző Egyesület szervezte, amelyre egy pályázat adott lehetőséget. Először a Kislaptáros zenekar mesejátékát láthatta a közönség. Ez a mesejáték az egyik kedvenc hobbing, ugyanis egyébként általában zenégetünk csak, de évente egyszer mindig elkészítünk egy olyan mesejátékot, amiben nagyon sok népzene van. Ez egyrészt nekünk is egy közösségteremtés, hiszen a zenekar ilyenkor összecsiszolódik, ha akarja, ha nem. Ezt a darabot is heten adjuk elő. A mesejátékban néha a közönséget is bevonták, a gyerekek pedig nagyon élvezték a zenés előadást. Olyan dalok közül válogatott a zenekar, amik az állatokról szólnak. Egy nagyon ruholha, úgy nálunk lakott volt, ebéden, vacsorán, mindig csak nálunk volt. De ennek a szeme olyan szörnyű nagy volt, mikor kinyitotta, a ház világos volt. Népdalokat, népi játékokat gyűjtöttek, de moldvai muzsikát is hallhatott a közönség a kígyó bűvölésen. Az előadás után táncházra várták az érdeklődőket. Néhány mondatban a csütörtöki időjárásról. Egy mediterrán ciklon hatására kiadós eső érkezik. Borult, az előző napokhoz képest több fokkal hűvösebb idő lesz. Moson-Magyaróváron és a térségben 11 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendégei a csütörtöki szalon vezetője és tagja, Zemplenszkiné Rujder Éva és Kuruc Róbert, akikkel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha és Kert című magazin műsor következik. Friss hírekkel csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!